16-tól 18 éves korosztálynak még nagyon fontos üzenet az, hogyha olyan időpontot tud foglalni magának, amely az iskola látogatás időszakára, tehát a tanórák időszakára esik, akkor az igazolt hiányzásnak fog minősülni, hiszen tudjuk jól, hogy a mai naptól a felső tagozatosok és a középiskolások számára is folytatódik a jelenléti oktatás. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a 16-18 éves korosztályt is megvédjük, annak érdekében, hogy ne terjesszék a betegséget, ne adják át, és természetesen, hogy nőjön ezzel együtt az ő szabadságuk is. Hogyha majd a védőoltási pontra érkeznek, az oltópontra érkeznek, akkor kérem, hogy felkészülten tegyék mindezt annak érdekében, hogy ütemesen történjék a védőoltások beadása. Mit is jelent ez egészen pontosan? Kérem szépen, hogy töltsék le azt a hozzájáruló nyilatkozatot a honlapról, amelyet ők maguk is, és a szülő is, illetve gondviselő aláír, hiszen ők még fiatalkorúak, tehát a védőoltás beadásához feltétlenül szükség van a szülői hozzájárulásra is. Kérem, hogy ezt töltsék le, írják alá, töltsék ki természetesen, és aláírva vigyék az oltóhelyre magukkal, az oltás időpontjára. Ezen kívül vigyék még tajkártyájukat és személyigazolványukat is magukkal. Természetesen, hogyha most valaki éppen megbetegszik és mégsem tud megjelenni, akkor a későbbiek folyamán lehetőség lesz arra, hogy bepótolja a védőoltást.